De én soha nem dolgoztam korrektorként. Nem próbáltuk azt mondani, hogy az Észak-Hajnalnak a feladatköre a korrektori irodó. Szóval. Mit mondtak meg? Szia, Ádám. És te most mit csinálsz? Én teljesen véletlenül csak látogatóval jöttem el. Meglátogat minket a János. Az Arankát itt találtam. Késők sztárkol. Nem is sokára. Olyan dolgot szegények, nézd meg. Pont a minap mondom, mi az Aranka? Hova akar még fogyni? Hát nem kifejezetten fogyókúrás célzattal jöttem, de lehet, hogy az lesz belőle. Rájuk az számomra azt jelenti. Naív voltam, azt reméltem, hogy gyors megoldás is lehet, de, de nincs. Úgy tűnik, hogy még egy jó ideig itt leszünk én. Igen? Mi történt ma? A raporton. Mi az, hogy a raport? Ja, hát az történt, hogy tegnap este 9-10 óra között kaptunk egy-egy SMS-t a valamelyik szervezeti egység vezetőtől, hogy sürgősen, de azonnal olvassunk e-mailt, mert abban a további munkavégzésünkre kapcsolatos fontos tájékoztató van, és mindezt 21 óra 50 perckor közölték velem vasárnap este SMS-ben. Úgyhogy Balázs ma 8:30, én pedig 9:30 voltam ezen a tájékoztatón, persze együtt mentünk. Balázst Stein Róberthez rendelték, aki a kisebbségi műsorokért felelős főszerkesztő, ha jól tudom, és ő azt a megbízást szerette volna adni Balázsnak, hogy készítsen egy 15 perces összeállítást a szerb-magyar kapcsolatokról az 1990-es évek kezdetétől napjainkig. Mire Balázs közölte, hogy ő a hírfőszerkesztőség munkatársa, és egyébként is, mint tegnap jelezte, a szakszervezeti vezetőknek járó munkaidőkedvezményt fogja igénybe venni hétfőn, kedden, szerdán. Tehát erre most nincs lehetősége. Majd kértük, hogy vegyenek fel jegyzőkönyvet. Hát ezt várjuk, hogy mikor küldik majd el. És velem pedig az történt 9:50, hogy Pap Dániel azt mondta nekem, hogy mai naptól kivesz a ma reggel beosztásból, és az MM című műsortól is, ahol eddig riporterként dolgoztam, és áthelyez az Annó című műsorba. Mondtam neki, hogy hát van még két anyagom a vágóasztalon, amit nekem a holnapi MM adásba kellene megvágnom, ez olyan körülbelül 6 percnyi anyag, és enélkül elképzelhető, hogy gondok lesznek az adással. Majd mondta, hogy ezt ne vágjam meg. És Balázs felvetette, hogy ez egy kicsit gazdaságtalan, hogy ott van leforgatva két riport, betöltve a vágógépbe, és hát a riporter hogy ezt nem vághatja meg. Illetve felmerült az is még, hogy közel 2 héttel ezelőtt kaptuk meg a szakszervezeti kikérőket, amiben azt közölték az elnökünkkel, hogy minket azért szeretnének rendes felmondással elbocsátani, mert nincs szükség a munkánkra, nem tudnak nekünk munkát adni. Ha jól emlékszem, ez volt benne. Ehhez képest szinte megtiszteltetésnek is vehetjük azt, hogy ma vasárnapról hétfőre hirtelen berendelnek és újabb feladatokkal bíznak meg. Hát mit mondjak erre, hogy olyan feladatokkal, aminek a múlthoz van közel, jelenhez nincsen minden esetre. Van-e bármilyen válasz arra a kezdeményezésre, ami miatt éhségsztrájkolnak? Egy szó sem volt róla. Mondjuk azt még hozzátenném a magam részéről, aki a saját munkámat ismerem, hogy eddig egyetlen műsorban sem merült fel minőségi kifogás a riportjaimmal kapcsolatban, sőt én úgy tudom, hogy jól dolgozunk együtt a kollégákkal és a felelős szerkesztőkkel. Én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy őket is váratlanul érte Pap Dániel döntése. Hát, mit mondjak még, Ádám? Folytassa Balázs! Jötte fekete autó, esetleg kiszálltak-e belőle sötét ruhás emberek, vagy vár-e ilyesmi? Miért jönnének? Csatlakoznak hozzánk és sztrájkolni? Nem, mert... A kérdés lényege az, hogy mekkora félelem
van magában? Hát bennem? Semmennyi szemernyi sem. Nem fél. Hát mitől féljek? Hát nekem az Isten előtt kell elsősorban megállnom és felelősséget vállalnom a döntéseimért, illetve az a cél, amiért én itt vagyok, az nem az én önérdekem kifejezetten. Szeretném azt, hogy tisztességesen tájékoztasson a közmédia, ezért folytatunk éhségsztrájkot, és szeretném, hogyha a valódi felelősök is vállalnák végre a tettük következményeit, és ne csak azok a műsorkészítők kapjanak büntetést, akik a hírek manipulálásában akár kényszerből részt kellett, hogy vegyenek. És ezt nap mint nap, akár most folyamatosan is részt kell vegyenek. Köszönöm szépen! Ami most már tényleg, hogy te velünk is csináltak ma, hogy berendelnek engem meg az Arankát. Arankától elveszik azt a két műsort, ahol dolgozik, megszüntetik, és akkor közben két hete minket rátesznek más vezetőkkel együtt, nyolcunkat a TFS-ből egy kirúgási listára, hogy kérik, hogy járuljunk hozzá, mondvá, hogy hát nagyon sajnáljuk a munkátokra, nem tudunk munkát adni nekik. Mondtam, hogy hú, de jó, akkor ma kiderült, hogy nem, hogy nem tudtok, amíg más területen akartok foglalkoztak minket, akkor megváltozott a helyzet. És mondja az a Cseh Dávid, nem tudom, mennyire ismer, az a HRS pont, hogy ez két teljesen különböző, azt mondtuk most, ez egy komédia. Engem pedig behív a regionális kisebbségi főnök, engem, aki ugye a hírfőszerkesztőséghez tartozom, hogy megbízlak Balázs a mai nappal, hogy készítse egy 15 perces anyagot a magyar-szerb kapcsolatokról az 1990-es évektől a központi archívum segítségével. Még arra se ügyeltek, legalább elmondják, hogy milyen műsorban, mikor, meg hogy hú, mert te Balázs olyan szerb szakértő vagy, ami nem vagy. Kérdeztem, hogy tegyen be, amit Élő Gábor szokott követelni, hogy bestiális kegyetlensége? Hát tudod, mert a szerb munkatársakat kihajították. Na de hát én nem tudok szerbül, tehát még már csak azt sem lehet mondani, mert korábban volt egy másik érában, akkor azt mondták, csinálja távol-keletről, japánról. Ott legalább el lehetett sütni, hogy tudok japánul. De hát amellett, hogy ugye én nem írtam a szerződés módosítást, tehát én nem vagyok benne be a teába, én maradtam ugyanúgy, tehát semmi közöm hozzájuk. Meghallgattam, mondtam, tudjátok, hogy jobbsétsz, és meg semmi közünk egymáshoz. Hát ha ez jelent valamit, én támogatlak benneteket lelkileg. Hát az fontos, de ennél több kell. Emberek kellek, jöjjenek ide, álljanak ki, akár fél órára, 5 percre, 10 percre, bárki ismerős, aki azt mondja, családtag, barát, hogy ez tarthatatlan. Hát ez az. És álljunk ki a közvélemény, mert álljanak ki az újságírók is. Akik be tudnak számolni, hogy mi volt, mert el tudják mondani, hogy csaltak a utasításokra. Hát nekik kell, de meg hát azok, akik már kint vannak, és már nincs mitől félni. Elkezdődött valami a nol.hu-n, három volt kollégám, elmondta, mi volt, tehát már ezek is, ha csak azt nézik, hogy ezek is igaz történetek, ha csak valaki nem mondja, hogy bebizonyítja, hogy nem, de hát mindenki tudja bizonyítani az igazát, gondolom. A tehát ez már az én főnököm volt, hát ugye mielőtt kirúgott volna, kezet fogott velem, és hát abba egyeztünk meg, ott mondta a nagy plénum előtt, hogy senkit nem fognak kirúgni, a kisebbségi szerkesztőséget nem érinti. Szóval eltelt két hét, és a társaságot minden harmadik ember kihajítottak. Tehát ennyit a szavai hihetőségről. Jó, hát világos, én nem is ismertem, de hogy de hát még arra sem. Most az, hogy velünk mit próbálnak, ez mindenki számára egyértelmű, átlátszó. Ezek katonák, tehát ezek egyértelmű. De itt a parancsnokokat meg kell nevezni, és el kell mondani, hogy ki ad utasítást, mert bizonyos dolgokkal lehet azt mondani, hogy katona vagyok és parancsot teljesítettem, de bizonyos dolgokban a szakma, etika, szabály szerint azt mondja, ez nem ért, és azt mondom, most elmondom, hogy ez meg ez az vezető, mindenki tudja, tegnap előtt, az előtt ezt csinálta, ilyen anyagokat készít, kihúzzák belőle, az a cél, hogy a lejárassunk mondjuk egy ilyen meg ilyen intézményt, mert úgy gondoljuk talán, hogy mondjuk egy kormányzati szándékot így tudunk mi teljesíteni. Hát erről van szó. Ezt mindenki tudja, és függetlenül attól, hogy mi a saját meggyőződése, mert lehet, hogy még szimpatizál is egyik másik oldal, ezt mindenki úgy gondolja, tarthatatlan, elfogadhatatlan állapot. De ezt azoknak kell elmondani, mert én is találkozok emberekkel, és az olyan szimpatizál, látja a tévé, mi jön le, de hát hol vannak? Ők mondják el, hogy mi van, ők tudják. Mi csak azt látjuk, ami lejön a képernyőn, nem tudjuk, hogy abból mi a való, és mi az, ami hamisított, csalás, vagy mi kerül bele úgy,
ami történt a Lomnicival. Miért nem lehet elmondani? Volt már erről valamilyen hír ebbe a csatornában, hogy itt vagytok, péntek óta vagytok itt? Nem, hát ez is, hogy itt van a közszolgálati televízió, itt állunk, most már egy helyen van a Duna és az MTV, egyetlen egy anyagot nem adtak le, ezen a héten itt forgattak, itt voltak, nem adták le, MT is itt volt, nem adta le, második sajtértekezett, mivel mondtam, kifejezett, hogy az MT jogsértés követel, akkor leadták, még ezt is leadták, hogy jogsértés követnek el szerintünk. De hát itt is az van, én adhatok be panaszbeadványt, a médiahatóság azt mondja, hogy várja a beadványokat, bárki beadhat, azt mondja, hogy tisztelt, meg 72 órán belül meg kell egy írásban szólítani a televíziót, a vezetőit, hogy miért nem adtak erről a szerintünk fontos eseményről semmilyen tájékoztatást. Ha ezt nem pótolja szintén ilyen 2-3 napon belül, akkor a médiahatóságnak kötelező eljárnia. De csak akkor, ha ilyen kiegyensúlyozottsági probléma van. De ezt bárki beírhat, hogy tisztelt, nem tudom, Edvecki Balázs. MTV-t nézem, és miért az ATV-ből értesülök ilyenről, hogy a közszolgálati televízió előtt, nem tudom, a történetében talán először éhségsztrájk folyik. Mi történik itt? Hallottam a Lomnici dolgot, hogy kitakarnak egy volt főbírót, hogy össze-vissza hazudoznak. Mi van itt? Miért nem tájékoztat erről egyáltalán a közszolgálati televízió, se a Duna, se az MTV? De ehhez is kell, tehát embereknek is élni kell a jogokkal, tudni kell, a hatóságnak meg tenni kell a dolgát. Én azt tudom tenni, hogy vizsgálatot kezdeményezek, leírjuk a médiahatóságnak, de mindenki, és utána mindenki tegye meg a maga dolgát, akkor lesz változás. Nem tudok én sem mást mondani. És minél legyenek itt többen, lássák, hogy és hogy mit mondanak a kollégák, akik itt elmennek mellettetek? Hát van, aki sírva köszöni meg, most is van, aki, hogy kiállunk értük. Van, aki is szégyenkezve, hogy helyettük vagyunk itt. És hát voltak ugye tiltakozások, mindenki tudja, amikor például volt a sajtértekezet, hogy ide vágók idejöttek, amikor kiderült, hogy egyik vágót akarják bűnössé tenni, ami az te is tudod szerkesztőként, hogy ha azt mondja, hogy a legkevesebb köze volt, sőt még nem is ő tette rá ezt a technikát, tehát még ebből még fizikalak se, igen, de tudjuk, hogy semmi köze nincs, Bertán nem lehet, így van, és akkor ők szolidatásból azt mondták, hogy nem járulnak hozzá, hogy ezentúl egyetlen anyagra kitegyék a nevüket. Na most ezek után itt a magyar médiában meg fenyegették, hát idézőbe lehet tenni, de elbeszélgettek velük úgy, hogy milyen következmény lesznek mindegyikökre nézve, ha ezt komolyan gondolják, és utána utasították a rendezőket, hogy igenis tegyék ki a nevüket. Nagyobb a kiszolgáltatottság érzése, mint korábban volt? Ugye nyáron én éreztem, hogy volt, tehát szerintem, saját bőröm. Szerintem ez gyakorlatilag nem változott, de egyre rosszabb. Hát most már második kör. Emlegetnek egy harmadik kört, ki merít megszólalni, tehát ezt én értem. De most már egy jó helyzetbe jutott, szerintem, hogy most már mindenkinek van egzisztencia, mindenkinek van családja, de azt mondja, hogy ez vállalhatatlan, emberileg, én tudom, sokan elmennek, nincs hova menniük, de azt mondja, ezt se lelkileg, se egészségileg nem bírja. Se a hazugságot, se azt a terrorlégkört, ami van. Erre mondom azt, hogy olyan, mint egy 50-es, 60-as évek. Tehát ezt nem lehet, ilyen nem lehet. Hány szakszervezet van most a televízióban? 13 szakszervezet. A közmédiában, nem csak a televízióban, itt a MTV-ben van 4, a Dunában van 2, de most már ez egy épület, tehát itt lenne 6, rádióban van a többi, és egy van az MTV-ben. Ezért a szakszervezetek síralomháza, hogy ez a fajta... Erre én azt tudom mondani, hogy nehéz, no comment, egy részük, hogy én meg létrehoztunk egy szakszereti szövetséget. Egy ilyen lazát, ahol legalább együtt képviseltük, ez volt a Közszat, a Közmédiumok Szakszervezeti Tanácsa. A 13-ból 10 szakszervezet belépett ebbe. Én nekem az a megtiszteltetésért, hogy elég fiatal, egy éve vagyok csak szakszervezeti tag, mi hoztuk létre ezt a szakszervezetet, hogy legyen valami radikális váltás ebben a tekintetben, engem választottak az elnökévé, most már csak 9-en vagyunk. De gyakorlatilag nagyon nehéz olyan szakszert összefogni, amelyek sokszor a múltjuk miatt egymással nagyon éles ellentétben állnak, vagy vezetőik nem bírják egymást, de volt tárgyalásokon össze tudtunk fogni, de hát a munkáltatónak a taktikája mindig arra irányul, hogy megossza. Tehát valaminek adok egy picit, és akkor, hogy ki hátráljanak a többiek. De azt hiszem, azt mindenki látja, hogy ilyenek vannak, hol meg kell szólalni. Tehát ez nem lehet, egy hogy... Egy szakszervezet egy pillanat alatt tudna ezen változtatni. Hát az pillanat nem tudom, ugye egy szakszervezet igazán a hatásos fegyvere. Hát, hogyha bátran azt mondaná a munkatársainak, hogy gyerekek, ez így tovább nem megy,
Így van, hát álljatok le, jöjjetek ide, akár még ha azt mondjuk, hogy nem hivatalos a sztrájk, de hát egyszerűen tarthatat, és mondjátok, mik vannak. Szerintem is lehetne, csak hát olyan szakszeretek kell lenniek, amelyeknek valós tagsága van, amelyik tényleg, ha hívják, azt mondja, hogy most akkor megyünk. Meddig fogsz éhség sztrájkolni? Mi a határ? Hát amíg fizikailag bírom. Föltettél mindent egy lapra? Yeah.